Ha rákot okoz a szalonna, a virsli, a sonka és a kolbász, akkor mégis mit tegyünk? Ez a kérdés foglalkoztat mindenkit, mióta megjelent a WHO jelentése arról, hogy napi 5 deka feldolgozott hús 18%-kal növeli a bérrák kockázatát. A szakemberek válasza pedig arra a kérdésre, hogy mit tegyünk, az, hogy amit eddig, csak mértékkel. Keleti Andrea riportja. A bérák mindkét nemben a második leggyakoribb daganatos megbetegedés. Normál egészséges étrend mellett is 5,6% esély van arra, hogy valaki mondjuk vastag bérrákos legyen. Ha viszont nagy mennyiségű feldolgozott húst teszünk, akkor ez 1%-kal megnő. Így lesz az esély a rákra 6,6%. Most tételezzük fel, hogy minden embernél minimálisra szorítjuk a vörös húsok fogyasztását. Így 100 emberből valószínűleg egy ember tudnánk megmenteni a béráktól. Ha ezt szembeállítjuk a dohányzással, és azt a csodát képzeljük el, hogy mindenkit le tudunk szoktatni a dohányzásról, akkor viszont száz emberből 15 életét biztosan meg lehetne menteni. A szakemberek szerint azt, hogy feldolgozott vörös húsokból kevesebbet kell lenni, mindig is tudtuk. Most csupán annyi az újdonság, hogy ezt kutatásokkal be is bizonyították. Nem kell pánikolni ettől, mert ez azt mondja ki, hogy igenis ehetünk vörös húst és a feldolgozott húskészítményeket, tehát szalámit, virslit, kolbázt, csak a mennyiségre figyeljünk. Az egészség és táplálék piramis alig-alig változott az elmúlt években. Alap tíz is, hogy sokat mozogjunk és ne hízzunk el. Valamint, hogy az egészséghez az kell, hogy mindenből legyünk, csak mondjuk a piramis tetején lévő cukrozott sütikből a legkevesebbet, az ajánl lévő teljes a gabonafélékből pedig a legtöbbet. A húsok mindig is a felső harmadban voltak, tehát viszonylag keveset kellene ennünk belőle, és többször ehetnénk fehér húst, mint vöröset. A vörös húsok már a sütik mellé kerültek, azok közé, amiből a legkevesebbet kellene. Elnünk. Az se jó, ha valamiből túl sokat fogyasztunk, de a másik oldal se, hogyha valamiből nagyon keveset. Minőség és mennyiség és változatosság. A piramis tehát maradt. De nézzünk most egy-két olyan félelmet, melyről a bebizonyosodott, hogy alaptalan és nyugodtan fogyaszthatjuk. Féltünk a vajtól, sajtól és a zsíros tejtől, mert azt hittük eltömítik az artériákat, és ezzel növelik a szívinfarktus kockázatát. A legújabb kutatások bebizonyították, hogy magas telített Elnek, nincs hatása az érrendszeri megbetegedésekre. Egy kísérletben az aranyok hetekig minden nap 27%-os zsírtartalmú sajtot ettek, míg a másik csoport zsírmentes étrendet kapott. A 8 hetes kísérlet végén a sajtevőknek volt alacsonyabb a koleszterin szintjük. Nyugodtan elhetünk tehát sajtokat. A legutóbbi kutatások az azt mutatják, hogy az étellel bevitt koleszterin az nem annyira ö, számít a koleszterin szint szempontjából. Igaz, ez a sajtokon kívül a tojásra is. Korábban attól féltünk, hogy a tojás megemeli a koreszterin szintet, és ezzel a szívinfarktus kockázatát. Tanulmányok bebizonyították, hogy amúgy egészséges életvitel mellett heti 7 tojás nem árthat. Ahogy azt is bebizonyították, hogy a mesterséges édesítőszerek, melyek közül a legismertebb az aszpartam, egyáltalán nem növelik a rák kialakulásának kockázatát. És itt van végül a nagy kedvenc, a kávé megöl vagy nem. Először 400 ezer amerikait vizsgáltak 13 éven keresztül. Kiderült, hogy akik három hadcsésze kávét ittak naponta, azoknak 10%-kal kevesebb az esélyük, hogy meghalljanak a 13 éves periódus alatt kiterjesztették tehát a vizsgálatot egymillió millió emberre, és kiderült, hogy akik napi négy csésze kávét isznak, azok 16%-kal kisebb eséllyel halnak meg. Abszolút nagyon jó a kávé, egyre jobb eredmények és pozitív eredmények látnak napvilágot különböző kutatásokból. A koffein az az, ami nyilván sokakban kérdéses, azt javasoljuk, hogy tényleg olyan kettő, három, akár négy csészényi mennyiség az az, amit nyugodtan jó szívvel ajánlhatok. A lényeg tehát az aranyhármas. minőség, mennyiség és változatosság. mindent tegyünk különböző mennyiségben, de jó minőségben. Feldolgozott vörös húst is. Keleti Andra 724.